A Balaton és a Velencei tó mellett számos olyan vízparti település van szabolcs már bereg megyében is, ahol a szúnyogok nagy száma megkeserítette a lakók életét az elmúlt hetekben. A legtöbb település mindent megtett a probléma kezelésének érdekében, így vásárosnamény is. A 40 éve városi rangot kapott település 1 millió forintból már a zoárnapi sokadalom előtt elkezdte volna a szúnyogírtást. Június 17-én azonban az eljárást végző repülőgép az időjárási körülmények miatt nem tudott felszállni. Ezt követően pedig a TISZA virágzása jött, úgyhogy a környezetvédelem és a, a katasztrófélelem összezárásából nyilvánvalóan a természetvédelme kerekedett fölül mindenki örömére, hiszen a, a kérészek e, ugye ilyenkor indulnak be, a TISZA ilyenkor virágzik, ezt pedig mindenképpen védenünk kell, hiszen ez egy olyan, e, fi, olyan olyan természeti esemény, olyan természeti csoda, amelyre oda kell figyelnünk, hogy ezt unokáink is láthassák majd a jövőben. Mindenki megértéssel tanúsította és, és várta, ezt is vette tudomásul. Vásáros Namint négy folyó a Tisza, a Szamos, a Kraszna és a Túr határolja. Ez jelentősen megnöveli nyaranta a szúnyoginvázió esélyét. A rovarok ugyanis kedvelik a meleg és nedves környezetet, és bár a trópusokon a leggazdagabb az egyetszám, az éghajlatváltozás miatt Magyarország vizei mellett is egyre inkább elterjednek. A Bereg szívének is nevezett település évről évre egyre komolyabb harcot vív a vérszívókkal, szerdán ennek egy újabb lépéséhez érkezik a város. 17-én este Gergely Gornyán egy földi is sor kerülhet, egy 150 hektáros területet lőttünk itt be, és szeretnénk azt, hogyha ha ezzel a szúnyógyűlítéssel most már tényleg le tudnánk zárni egy időre gondolom itt augusztus 20-áig legalább a szúnyog problémát, a szúnyog inváziót, ugyanis egy dolgot senki nem vett figyelembe, és itt kérném a lakosság türelmét, a, a turisták, a nyaralók türelmét is, hogy azért volt egy komolyabb és egy kisebb árvizünk. Na most a árvizek kapcsán a pangóvizek ugye ott maradnak, és ez olyan táptaló a szúnyogok fejlődésének, amit lehetetlen kivédeni. Én hiszem azt, hogy az állami hozzárás pozitív, és tudom azt, hogy a források is növekedtek. Ez országos szinten júniusban még valamivel több, mint 800 millió forintot jelentett. A helyzet súlyossága miatt azonban a kormány megemelte a szúnyog szánt összeget. Jelenleg több, mint másfél milliárd forint áll a települések rendelkezésére, hogy kezeljék a problémát.